Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Football Cards Hun, a mai videóban pedig megnézzük ezt az új Panini Premier League Adren Rush 2023-as legújabb starterpakot, ami nem gyenge starterpak, szerintem ilyen durva még nem volt Magyarországon se. Garantált Golden Baller. Az nagyon durva, ezt dolgozzuk fel, ez olyan, mintha a FIFA 365-ös albumba garantált Top Master lenne. 2900 forintért irreálisan olcsón garantált Top Master, vagyis egy Golden Baller, ami még vagányabbul néz ki, hiszen dombornyomott kártyáról van szó, illetve online kártya is van ezekbe az alkalmazáshoz, amit már megnéztünk egyébként. Ez a starterpak, ne haragudjatok, hogy ilyen 2-3 hétig tartott, mire meg tudom nézni, sehol nem találtam, se a hipermarketekben, se újságosnál, úgyhogy végül is a sajtóforrásról rendeltem meg, mert minden nap nézegettem, hogy tudjátok, úgy voltam be, hogy reggel megveszem, vagy napközben, és akkor felveszem a videót este felé. Na, ezt csináltam 2 hétig, és sehol nem találtam, úgyhogy szerintem, nem tudom, hát egyszerűbb online megrendelni így ilyen formán. Na mindegy, nézzük meg, miről van szó. Eléggé jól néz ki, csörög-zörög, itt van benne a garantált Golden Baller, és még emellé természetesen lesznek játékosok is, sima kártyán, remélem, hogy nyitunk valami jó Fire típusút, és azért, mert van benne garantált Golden Baller, az nem azt jelenti, hogy ne tudnám még egyet nyitni, küldtetek fotókat, meg beszámolókat is, hogy emellett még nyitottatok Golden Ballert, úgyhogy simán lehet 2-t is akár. Kerekítve 3000 forint, ez a magyar-görög ilyen közös kiadás, úgyhogy lessük meg. Így, hogy magyar-görög, nem vagyok benne biztos, hogy magyarul lesz a füzet benne a magazin. Megnézzük. Bontsuk ki. Nagyon furcsa egyébként, hogy a Premier League van Magyarországon. De menő. De eléggé menő. Azt a mindenit. Haaland alatt középen. Nagyon-nagyon királyul néz ki ez az album, és végre tudom hova tenni a kártyáimat. Ami így az elején fix, hogy nincsen felszámozva az oldal, és nem gerinces albumról beszélünk, ez egy ilyen kisebb fajta album. Angoloknál ugye simán be lehet szerezni akár gerinceset is, dupla olyan vastagsággal. Eléggé jól néz ki. Nézzük a többit, mi van még. Van benne egy ilyen poszter. A kártyák, a garantált Golden Baller füzet, még több kártya, azt a mindenit, hogy 4 csomag van benne. Ez nagyon megéri. Ez így nagyon-nagyon megéri. 4 bontatlan csomag, az őrületesen király. Van itt ez a magazin, a Game Guide, ugye ez angolul lesz, ez akkor lett volna magyar, hogyha tényleg csak magyar verziós és a görög nincs ott, így egyszerűbb volt nekik ugye angolul megcsinálni, de azért nagyjából tudunk angolul, úgyhogy nem okoz ez problémát. Ice típusú lapok, azok is nagyon jól néznek ki. Itt szépen leírják, miről van szó, hogyan kell játszani, hogyan kell értelmezni a kártyákat, milyen nemzetiségű, ott vannak a pontszámok a játékhoz, teljesen letisztult, jó kinézetű kártyákról van szó. Bónuszlapok, felállások, logók és persze a trófea. Super Stapper típusú alap base kártyából 318 van, rengeteg, nagyon nehéz lesz kigyűjteni az egészet. Itt viszont vannak a Defensive Steelek, ebből Laporte a legdurvább, majd utána Midfield Masters, van itt nekünk Diamond, új fóliás, hát ez a tavalyi Top Master igazából, tehát max a Premier League-nek lehet új a fóliázás, mi már ismerjük ezt, a Diamond típusú. Fire, nagyon-nagyon jól néznek ki ezek is, iszonyat király a design, ez a Fire, meg az Ice is egyébként. Fireből 5, Iceból 4 stílusú kártya van. Majd utána Electric Pace, új típusú lap, ugye gyors játékosokat emeli ki inkább. Majd utána egy Top Finishers, ez is új, jól néz ki. Vannak itt Adren Rush nevezetű lapok, ezek is eléggé jók. Kinézetre ebből is sikerült bontani. Az alkalmazás, ezt ugye bemutattam, itt egy kis reklám, hogy elérhető. Majd utána Leaders, ez már egy komolyabb kategória, 9 kártyával, Titan típusúak, nagyon királyok ezek is, illetve World Class, tehát tényleg a legeslegjobb játékosok vannak itt, mert hogy egyébként a Golden Balleren nem feltétlenül ilyen Haaland, meg nem is tudom, Pulisic, meg ilyesmiket lehet nyitni, hanem vannak kisebb játékosok is rajta, a World Class-ban viszont nagyon-nagyon jók vannak. És itt az összes Golden Baller, ami nagyon furcsa, hogy nem ilyen kérdőjel, meg ilyen misztikum övezi az Invincible-t, mert a Golden Ballereket konkrétan megmutatják, hogy milyeneket lehet kigyűjteni. Premium Gold felülettel, és valóban Premium már, hogy dombornyomat. És nagyon-nagyon jó érzés hozzányúlni egy ilyen Golden Baller kártyához, hiszen sikerült is nyitnom, az első Premier League bontásnál nagyon örültem neki, és itt vannak a játékosok. Amit mondtam, mondjuk Bowen, nem is tudom, Smith-Rowe, Luis Diaz, nekem ők nem az adott csapat legjobb játékosai. Következő a csapatok, hogy melyiknél van Golden Baller, legnagyobbaknál természetesen, illetve hogy melyiknél milyen típusú játékos van, és ha megnézed, a Citynél egészen sok, meg a Liverpoolnál is. Így azért lehet kalkulálgatni, hogy kivel kellene majd meccset játszanunk. Egy Chelsea-Arsenal. Nagyjából fair lenne. Menő, mindenféleképpen menő ez a lista. Nézzük tovább. Itt pedig a teljes checklist. Ez nagyon-nagyon hasznos, sőt, ha szeretnéd, tudod pipálgatni is. Elég jó. 468 kártya. Most, hát ez nem lesz egyszerű kigyűjteni, ez biztos. De legalább van Magyarországon, úgyhogy tudjuk gyűjtögetni ezeket. Ugye megnézzük, hogy itt mik vannak. Előtte még ez a Invincible poszter, de jól néz ki. Ja igen, így mondjuk hiába rejtegetik az Invincible designt, hogyha adnak róla posztert, akkor így már értem a dolgot. Aztán mindegy, ki se tudom tenni. Már hogy ide a fűre. Így elfektetve, igen. Iszonyatosan nagy. Aztán minden, brutálisan jól néz ki egyébként. Úgyhogy ezt már ki is emelem, és összehajtom. Fantasztikus. Jó. Oké. Na nézzük, mi van itt. Albumot láttuk, neked kell felszámozni, gondolom, hogy ez a számozós téma lesz. Aha, neked kell felszámozni, na ezt nem fogom megcsinálni. Ha a gép előre felszámolza, én nagyon örülök neki, de én nem szoktam ilyenekkel szórakozni. De te megteheted, hiszen adják hozzá, Golden Baller van benne fixen, menőség. Ez pedig 650 coinos kártya az abba. Ezt be fogom váltani, ne váltsátok be, én már beváltottam mire ezt a videót kirakom, hiszen nekem is kell a coin a jó videókhoz. Oké, van itt nekünk egy Limited Edition kártya, ez azért eléggé királyul néz ki, a fele ilyen kissé csillog, a másik fel meg nagyon csillog, egészen menő, jók lettek az idei limitedek, ez egy Trent Alexander Arnold, nagyon vagány, nagyon szép a csillogással, lehet, hogy én azt mondom, ez már standet ér, azért ez mégiscsak egy vagány limited edition, és ilyen krómozott dizájnja van, így a fényben ilyen krómozottan csillan vissza, elég menő. Golden Ballert meg fogjuk nézni, neki is jár a stand, már magának a csomagnak is. El nem merem képzelni, hogy ez a csomag külön így bontatlanul mennyire mehet eBay-en. Biztos, hogy nagyon király ára van, mert azért a garantált Golden Baller az zsír. Nézzük akkor, mi a helyzet ezzel a csomaggal. Ez egy sima bontatlan, teljesen standard bontatlan csomag. Hát, ha lesz valami szerencsénk, alkalmazásos kártya. És akkor itt össze vannak ragadva a csillogósok, egy Steel, Defensive Steel Cresswell, majd utána egy logó, Leicester City logója, nagyon menő ez a keresztbe átmenő csillogás. Van itt egy line-up, még egy line-up, 2 felálláskártya, és a játékosok mindössze 2 darab United-os. Ellenges Jones, nagyon furcsa pakolt ez, de esetre jöttek a szép lapok, ez biztos. Jön a következő. Úgy, nézzük is. Kódos kártya. És utána a bónuszlap Premier League trófea. Ezt nyerheti meg, aki az egész bajnokságot megnyeri. Egy leader. Nagyon szép. Wolverhamptonos. Majd utána Thomas. Egy Ward-Prowse. Egy Richarlison, illetve egy Hojbjerg. Jó sokfajta csapatból, jó sokfajta játékos. Itt most nem volt probléma. Következő pak, utána kibontjuk akkor azt a Golden Ballert, nem nagyon bírom már tovább. Meg kell nézni. Ti hogy szoktátok? Ti a Golden Ballerrel kezdtek, és utána a sima csomagok, vagy először a sima csomag, és utána a Golden Baller, esetleg középen, mint én? Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan nyitjátok. Hoppá, még egy leader, nagyon menő, Top Finisher Harry Kane, majd utána pedig egy Cook, egy Robinson, még egy fullemes tette, egy Messler, illetve egy Romero. Hihetetlen nem úgy, hogy kiesett a Fulham egyből a kupából. Maná, hogy a Golden Ballert nyitjuk. Nagyon vékony csomag. Óvatosan nyissátok, nagyon. És Manchester United, Sancho a Golden Ballerünk, fantasztikusan jól néz ki. Atyavilág, kódoslap, nincs benne meg semmi, és nincs kód a kártya hátulján, tehát be se tudod váltani. Cserébe dombornyomat és Golden Baller. Nagyon jó érzés végighúzni rajtad az ujjad, minden kis elemen ezen a még sejt, rácsos valamin is. Ó, de jó, az is vezeti így az ujjadat, mert minden dombornyomat. Egészen elképesztő. De a hátulján látszik egyébként a legjobban ez a fénynél a dombornyomás, ki lehet venni a játékost is. Fantasztikusan jól néz ki, és 5 millió színbe visszacsillan, nagyon tetszik. Minőségi. Utolsó pakli. Nézzük, hogy ebben mi lesz. Van nekünk egy Saka, Armstrong, kódos kártya. Fordítunk. Ez egy Leicesteres felállás. Majd utána Chelsea felállás. Ezek a csillogósak jól össze annak ragadva. Most engedte el a ragasztó. Egy Defensive Steel Laporte és egy Super Stopper Pickford. Volt ez egy rossz pak. Jó, jó csillogósok jöttek fel, ezek a lídereknek, a trófának nagyon örülök. A Limited Golden Baller úgy szintén nagyon jó. Srácok, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a buntást. Nem volt ez rossz, főleg, hogy ott a garantált rér, amire Magyarországon eddig még nem volt példa, hogy ilyet lehessen bontani, és starterből. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, iratkozzatok fel, ha nem tettétek volna még meg. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!